Az elmúlt 65 év számos nehézséget, örömet és sikereket is tartogatott az iskola számára. A nagy hagyományokra visszatekintő Lavotta János Alapfokú Művészeti Iskola idén ünnepli a 65. születésnapját. A jeles nap alkalmából egy gálával készültek a pedagógusok és a diákok a Sátoraljóújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központban. Dankó Dénes alpolgármester Sátoraljóújhelyváros nevében, majd Donkó József tankerületi igazgató is köszöntötte jubileumi születés napján az intézményt. Dombóvári János Imre igazgató ünnepi beszédében kiemelte, hogy az intézmény több mint 10 nemzedéket szolgált ki Sátoraljóújhelyen zenét vagy egyéb más művészeti ágakat tanulók közül. Körülbelül 150 diák fog fellépni, ugye a táncosokkal együtt, hiszen ez egy összművészeti gála, és a műsorok pedig gyakorlatilag borzasztó nagy változatossággal próbáltuk ugye összeállítani. Nem csak növendékeinket fogjuk szerepeltetni, hanem volt növendékeinket, volt zenei pályás növendékeinket, továbbá azokat a nyugdíjas kollégákat is megkerestük, akik az utóbbi pár évben elhagyták már az intézményünket, viszont volt kedvük visszajönni, és akár egy ilyen közös szereplés erejéig, akár pedig csak a fogadáson való részvétellel, tehát mindenképpen ők is velünk ünnepelnek, úgyhogy én úgy gondolom, hogy mindenképpen egy szép estének nézünk elébe. A gyerekek izgalommal készültek erre az estére. A gyerekek lelkesek, tehát én azt mondanám, hogy ezzel nekünk olyan különösebb problémánk azért nincs, mert ugye évközben folyik a éves rendszeres munka, és maga a gálának a megszervezése, ez nyilván több időpont, több próbát jelent, nem feltétlenül több zenei anyagot, amit meg kell tanulni, úgyhogy önmagába véve azért nehéz, hiszen rengeteg más program is van, ugye az általános iskolákban közeledünk már a nyári szünethez, évvége van, és most már ugye egyre kevesebb, nehezebben tolerálják azt, hogyha ha túl sokáig tart a próba. De úgy gondolom, hogy a ma este látható lesz, hogy ezt gyakorlatilag mennyire tudtuk kifitelezni. A gála végén egy ismert dallal búcsúztak a zeneiskola régi és jelenlegi tanulói, amit vastapssal köszönt meg a közönség.